Na, akkor most ismételten Emillel vagyunk, igen. 1915. március 10-e német távol, New Chapel. Mit szeretne? Húst. Vagy kolbászt. Talán. Esetleg. Tab. Húha, na most lesz itt mit olvasni való? Na nézzük csak. 6 millió hadifogoly. 1911 és 1918 között több mint 6 millió ember került fogságba, igen. Beleértve 1,2 millió németet és 200 ezer brit katonát. Az 1907-es hágai egyezmény és német és a Nemzetközi Vöröskereszt erőfeszítésének ellenére a rossz börtönkörülmények és nehéz kényszermunka miatt több százezer katona soha nem tért haza. Levelek. A külvilággal történő kapcsolattartást csak levelekkel lehetett megtenni. Rádiókat, illetve a telefonokat csak a hadsereg használta. Minden katona hazaírt a szeretteinek. A háborús levelezés ingyenes volt. Ez elég sok logisztikai és pénzügyi problémát okozott. 10 milliárd levelet és képeslapot küldtek a frontról a háború alatt. A háborús postaszolgálati rendszer eleinte kaotikus volt, ezért a frontot szétosztották szektorokra, és minden szektor kapott egy postakódot. Mindenki nagyon várta a katonai postamester érkezését. A New Chapel-i csata. 1915. március 10-e brit lövedék, eső záporozott, szó szerint a német csapatokra. Ezen a napon vetették be először a tűzhenger taktikát. Minden ágyú koncentráltan lőtt egy bizonyos célpontot, majd pontos ütemezés szerint áthelyezték ezt a célpontot néhány méterrel távolabbra. A gyalogság így a tüzérség fedezete alatt tudott előre törni a német állásokig. Azon a napon az 530 ágyúval több mint 216 ezer lövedéket lőttek ki. Az ágyuk két percenként tudtak kilőni egy lövedéket. Ez fantasztikus. A Jarvali puskák. Vagy Garhval. Nem tudom, hogy kéne kimondani. Jarvali, talán. A 20. század elején a Nagy-Britannia és Franciaország hatalmas gyarmatbirodalmak irányítói voltak, amelyeket döntően fel is használtak a háborúban. A britek indiai csapatokat vezényeltek a Közel-Keletre, valamint az európai frontokra, akik nagyban hozzájárultak a háborúhoz. Sok zöld... Jézusom! Hogy tudok ennyit félreolvasni? Sok győzelmet értek el, köszönhetően a bátorságuknak és a fegyelmüknek a harcban. Egy emlékművet is állítottak New Chapelben, Franciaországban az áldozatok emlékére. A sár. A lövészárkokban az élet nem volt könnyű. A katonák szembesültek a hideggel, az esővel és a sárral. A szennyezett víz miatt megjelentek a betegségek, a vérhas, tifusz és a kolera. A mélyebb sár is veszélyt jelentett a katonákra. Voltak olyanok, akik megfulladtak a becsapódott lövedékek által létrejött kráterekben, vagy a lövészárkokhoz vezető alagutakban. Robbanóanyagok. A lövészárkok erődítményeknek szükség volt robbanóanyagra, igen. Behatoltak az ellenséges vonalak mögé, majd hosszú alagutat ástak a senki földjén keresztül egészen az ellenséges lövészárokig, ahol elhelyezték a robbanóanyagot. Az angolok kordítot használtak, egy erős robbanószert, amit távolról is fel tudtak robbantani. Na, fantasztifikális. Jó, hogy lehetne azt csinálni, hogy... Alt. Á, igen. Tárgyak. 6 tárgyat kell összeszednem. Jó. Kutya! Szevasz, kutyú! Tál, nem tál. Ja igen, és ugye foglyok vagyunk tényleg. Ugye ott van a lánc a talpunk alatt, ugye a talpunkon. Adjak vizet a kutyának. Jó. Ő ügyes kutyú. Na mi van? Hello. Na. Akkor nézzük csak, mivel állunk itt szemben. Ó, egy kép. Az az első. Kép keret. Bár a fotózás nem volt elterjedt, mégis sok katona készített fotókat még a besorozása előtt. Profi nyomatokat dolgoztak ki, fotópapír, és utána ráragasztották egy kemény hátlapra, hogy ne szakadjon el. Egyes képeket közvetlenül a képeslapokra nyomták, különösen csoportos besorozási képeket. Ez fantasztikus. Na nézzük csak ezzel...
Oh, hello. Marie, est-ce que ça va? Dearest Papa, we live in a climate of uncertainty. Germans use the people of Saint-Mihiel as human shields against the French bombings. I hope the Germans treat you well, and that your wound has healed. Your grandson sent you kisses. I sent you a picture of him. All my love. Please write soon. Adieu, pal. Hozom, nem kell aggódni. Szóval ezt ide kell húzni, legalábbis remélem. Na, kell víz, aztán tűz, azt akkor kész is a Wurzhaus. Nyugi. Relaxolj. Akkor először ezt megpörgetem. Jó, megvan a víz. Kell a tűz. A tűz, az szerintem ez az. Aha, kell egy kis tűz, és abból lesz a... Jó, mindjárt. Hát akkor gondolom, akkor ezt meg kell húznom, és akkor... kész is. Hát tudok én fűzni Wurzhaust. Olyan Wurzhaust csinálok, megőrülsz. Aha, mindjárt lőnek. És már lőnek is. Jaj. Én visszavonulok. Kutya! Szevasz! Bal alt. Egyes. Na. A következő főszereplőnk a kutya! Merci, nagyon jó. Jó, mégsem annyira hablat nyelv, de ja. Na, mindjárt kijutunk innen, nem kell aggódni. Csak előtte. Nagyon okos kutya vagy te. Na, feladat teljesítve a Uplay által. Nem tudom amúgy, hogy ezeket ti látni fogjátok-e. Mindegy. Talán annyira nem gázos. Oh, hello. Jaj, hoppá. Bocsi. Rossz gomb. A Zeppelinen van. Aha, meg azzal a tudóssal együtt. Oké, királyságosság. Nagyon ügyes kutyú. Annyira ügyes kutyú. Annyira imádom ezt a kutyát. Na, nézzük csak. Van-e valami tárgy itt elrejtve? Ha már ennyire ráfügtünk így a tárgyakra. Pia? Hát, az sose jó gond, hogyha van. Igen, ezt gondolom fel kellene húzni. Ott a kar. Ott van fönt a fán. Figyeld! Ott. Na, kutyu. Egyes. Nagyon jó kutyú vagy. Annyira jó kutyú. Igazi kutyus. Hát micsoda összedolgozott bagázs leszünk mi. Ketten. Kutyuli. Kicsit kezd zavarni, hogy nem találok izé tárgyat. Hogy? Nézzünk el akkor erre. Aha. Itt van egy aktunk. Aha. Hát ez nem úgy működik, ahogy azt gondoltam. Érdekes. Na várjatok, gondolkodám. Kutya? Nem, kutyát azt fel kell oda vinnem. Jó, akkor értem már, ugye ezt fel kell húznom, és amíg az a súly ott van, addig föl tudok itt kutni. Igen, és akkor a kutya fölmegy. Azt itt elengedem. Kutya. Jaj, hogy az időre megy.
Oké. Na, ezt még egyszer. Bőcső, hogy ennyit tökölök, srácok, lányok, de... Ez nekem is még... Na, ezt ugye megfogjuk. Úgy. Kutyú az nem tud úgy leszállni onnan? Hát nem nagyon. Na, várjatok. Akkor mit tud csinálni a kutya? Vagy még följebb tudom én ezt húzni? Nem. Ezek szerint nem. Nem látom át, hogy mit kellene. Na várjatok, hadd nézzek körbe. Ugye arrafelé nem tudok elmenni. Akkor visszafelé valamit. Szerintem itt elhagytam valamit. Nem? Nem úgy tűnik. Ó, tudom már. Oké. Talán nem is kell fognom azt a izét, igen. De durva, hogy 4 évvel ezelőtt én végigvittem ezt a játékot 2 vagy 3-szor, talán sokszor is. Hogy? Jó, nem nagyon esett le, hogy mit akar tőlem a játék, oké, de azért megoldottuk. Na. Hát igen, ott a háttérben meg nagyban megy a lövöldözés. És a harc. Pillanat? Ja, hogy azon a kutya megy, oké. Oké. Akkor itt le. Itt erre nincs semmi. Akkor ezek szerint arra nincs semmi. Zavar, hogy nem találtam ezeket a tárgyakat. Szerintem már megint elhagytam egyet-kettőt. Sőt, biztos vagyok benne. Pillanat. Oké, kutyú, de... Mindjárt körbenézünk, jó? Szépen ásunk egy jó nagy gödröt. Hát, hogyha itt lesz valami tárgyi bizonyíték, hát most már nem fog kiderülni. Semmi. Aha, ott van valami. Ez meg ugye itt bomba. Amit majd ugye be kéne robbantani, gondolom én. Na nézzük erre, mi a helyzet. És ott van fönt a létra. Mindjárt megoldjuk. Ó, megvan. Királyság. Jó, akkor nem hagytam el egyet se. Vitézi történetek verseny emléktárgyai. Egy horgoló tű, amit Lucien Dufourmentel tizedes, remélem jól mondtam a nevét, Benoît Tiédrez nagyapja, mindegy, készített egy töltényhüvelyből. Lucien a villanyszerelő részlegénél fényszóró kezelő. A feladat az ellenséges pozíciók éjszakai megvilágítása. Köszönjük és gratulálunk a győztesnek, Benoît. Vagy Lucien? Lucien? Nem tudom, hogy kellene ezt mondom. Luciánnak mondom, mert azt hiszem a francia úgy mondja, nem? A C-t az C-nek mondja. Lucia. Nem? Nem? Nem, mindegy. Vagy S-nek? Vagy nem, K-nak mondja. Akkor Lucian. Lucian, mindegy. Lucian az. Na nézzük. Én azt vágom, hogy ezt ott le kéne dobni, igen, csak egyelőre nincs olyan tárgy a birtokomban, miközben nagyon-nagyon fantasztikusan jó zene van. Ó, találtál valamit? Mit találtál? Csont! Nagyon ügyes kutya. Tehát miközben nagyon-nagyon festői táj, és nagyon-nagyon aranyos és nagyon hangulatos zene. Jó, az a csont, az a tiéd lehet.
Jaj, hú, banyek, majdnem tovább mentem. Ó, szívem megáll. Na nézzük csak, ez mi ez? Feszület. A legtöbb katona hit Istenben és viselt vallási szimbólumot. A háborús irodák biztosították a katonáknak a vallások szabad gyakorlását. Elsősorban a vallási ceremóniákat, szertartásokat, amik a vallástól függően változtak. Papok, lelkészek és a rabbik kínálták a katonáknak segítséget és együttérzést kínáltak. A muszlim katonákat gyakorlati okokból külön zászlóaljba osztották, a hitüket tiszteletben tartották és biztosították nekik a halal megengedett hallal megengedett ételeket, valamint a muzulmán temetkezési szertartást. Jó. Ja, már azt hiszem ők nem esznek húst. Ők csak és kizárólag halat esznek. Bár annyira nem vagyok otthon ebben a vallási dologban. Szerintem ezt ad ide, jó? Jó, nagyon ügyes kutyú vagy. Gyere ide egy kicsit. Azt hiszem ez jól hangzott. Ja, ki is robbantottuk, király. Ezt el is takarítottuk. Ó, igen. És fölfele kéne menni. Jó, ez itt akkor meg is van. Egy iránytű? Valószínűleg egy iránytű, azaz. A katonák iránytűt használtak a tájékozódáshoz nagy nyitott területeken. A térképpel együtt alkalmazták, az orientáció, tájolás a tisztek és a tiszthelyettesek feladata volt. Ők adták ki utasításokban a katonáknak a menetirányt. Én el tudok én így itt menni, anélkül, hogy berobbannék? Vagy menjek visszafelé? Próbáljuk meg. Jó. Jó, aztán visszafelé nem kell mennem. Na gyere, kutyu! Uh-oh. Az nem kolbász! Az nem kolbász! Gondoltam. Na, ez fantasztikus lesz. Percekkel korábban a front másik felé. Continue their attack on Neuve Chapelle. Their next objective? Take back Port Arthur. Egy pillanat. Még mindig ugyanazok a tárgyak vannak amúgy? Aha, jó, akkor még mindig ugyanazok a tárgyak vannak, jó. Akkor már csak oda kell figyelnem, jó? Akkor ismételten az amerikaival megyünk. Na hajrá. De miért nem adnak neki fegyvert? Számomra rejté. Szöges drót. Jó, megoldjuk a szöges drótot. Jaj! Jó, nem oldjuk meg a szöges drótot. Mert sokkal gyorsabban kellett volna ezt megoldani, igen. Elmennyi tökölni. Oké, megyek. Megoldom. Vágjad. Jajjaj. Irány előre. Király, futás. Aha, megvan a tárgy, oké, jöhetünk tovább. Na nézzük. Érmék? Francia pénzérmék, igen. A katonák a származási ország pénznemében kapták meg a zsoldjukat, a kompenzációt pedig helyi pénznemben. A britek naponta kaptak egy királyi shillinget. Ez ma körülbelül 3,21 font, azaz 2,45 dollár. Ami kérlek szépen benneteket 1500 forint majdnem.
És két hetente 20 frankot, ami 40 fontnak felelt meg. Ez ma 50 euró, 70 dollár, ami ugye annyit takar, hogy ez olyan... mennyi? 300-at szoktam én megszorozni a izét a dollárt. Mert lehet 200-al is, tehát hogyha 200-al szorzom, akkor... Akkor 1400... 1400? Nem, 14000 forint, hogyha 300-al szorzom, akkor 21000 forint. És ezt két hetente. Tehát két hetente 21000 forintot kaptak. A kereskedőktől vásárolt árukat általában frankban fizették ki. A front közelében a kereskedők elfogadták a valutát is. Ja. Tehát 70 dollár az körülbelül 14000 és 21000 forint között. Valahol félúton. Jó, na akkor haladhatunk szépen tovább. Akkor itt meg robbantási feladatokat fogunk el látni, azt mondod? Ó, oh, hármat? Oké. Okay. Nyomjad, haver. Ja, hogy... De mi? Mi? Ez is még egyszer? Kettő, három, kettő. Kettő, három, kettő. Kettő. Akkor kettőből kell egy, ugye? Ilyen. Áj, oké, okay, értem már, haver, hát miről beszélünk. Hát egy nyelvet beszélünk, oké. Okay. Várjál, ez négy. Ez nem jó. Ez négy, ezt tudom, ez nem jó. Tudom, oké, okay, oké, okay, nem kell aggódni. Igen. Hármasból kell. Oda. Hát nagyon jó, oké, okay, meg oda kell a kettősből. Oké, okay, oké, okay. Mindjárt meg lesz oldva. Észonyatosan jó. Ottan van-e? Hú, nyomjam le! Oké, de te meg gyere le onnan! Én megnyomok bármit, csak gyere le onnan! Király. Hát ezt megoldottuk. Jó. Akkor hajrá fölfele! Remélem meg lesz azért az utolsó, itt van az utolsó tárgya, jó. Ez egy... Szabja? Kasza? Kukri kés! Ó, a legendás kukri, vagy kukuri kést a gurkák használták. Ez a brit egység a gyarmati indiai katonáiból állt. A borotvajles nepáli kés kb. 40-50 cm hosszú volt, és a gurkák hagyományos fegyverzetéhez tartozott, és tartozik ma is. Minden csapat jelvényükön természetesen volt legalább egy ilyen kés. A nehéz, vastag, hajlított pengelyű kést csapásra és vágásra is használták. A kukri. Igen. Ó, igen, igen, igen. Ugye mi segítünk. Na, azt akartam elintézni. Segítségkel? Hát igen, jó lenne, ha elvágnád a drótokat. Jövök már, hát elvágok én itt bármit. És már kint is van a kutyunk. Ó, elvágtad a láncokat azzal? Hogyne? Ja, hogy azokat is! Ja, hogy ott, az persze, hogy el tudom vágni azokat. Elvettük az ászlót. Hát én meg a... Ja, őt meg elvitték. Úgyhogy ugyanaz a célunk, igen. Te az ászlót, én a fiamat. Legalábbis a... Amidst the never-ending attacks and counterattacks, Freddy and Emil hunted the elusive Baron and his regiment in Ypres. Na, 15 április 22, Ypres, Belgium. Aha. On April 22nd, 1915, chlorine gas was used for the first time by the Germans. Hát igen. Na, Ypres-i csata. Ypres egy kulcsfontosságú stratégiai város volt Belgiumban, főként a brit hadseregnek. A város átjáró
A város átjáró volt észak felé, és így Nagy-Britanniába is. Kanadai hadosztályok harcoltak az élvonalban, akik bizonyították a csatákban a szövetségeseiknek a kitartásuk és megbízhatóságukat. A bátorságuknak nagy ára volt a csatában, amire 1915 áprilisában került sor, 6000 kanadai vesztette életét. Első gáztámadás. 1915. április 22-én Ypresben volt a történelem első gáztámadása. A német 5730 tartály klórgázt vetettek be a kedvező széljárásban. Klórgáz irritálta a szemet és égési sérüléseket okozott a bőrön és a tüdőben. A gáz áthatolt a ruházaton, sőt még a csizmán is. Pusztító volt a hatása. Az egyetlen védelmet a gázellen a kanadaiak találták meg, eltakarták az órukat és szájukat vizelettel átítatott zsebkendőjükkel. Bombázás Zeppelinből. A Zeppelint 1900-ban találta fel Ferdinand von Zeppelin gróf. 1908-tól a léghajó képes volt nagyobb távolságokat is megtenni, és nem volt sokkal lassabbak, mint az akkori repülőgépek. Először csak felderítése, később, amikor már nagyobb magasságra is tudott emelkedni, bombázásra használták. 1915-től a németek bombáztak vele civil városokat, mint például Párizst és London. A háború kutyái. Kutyák! Na, úgy becsülik, hogy 1918-ig a németek 30 ezer, míg a szövetségesek 20 ezer kutyát vetettek be. A kutyákat menhelyekről és a rendőrségről toborozták, de voltak olyan családok, akik önként felajánlották. Több feladatra is kiképezték őket, de elsősorban őrszemek, illetve felderítők voltak. Ezen kívül még levelek és felszerelések szállítására, sebesültek és robbanószerek felkutatására is használták. A németek által legtöbbet bevezetett fajta a német juhász, a Dobermann, a Pinscher és a flandriai pásztorkutya volt. Na hajrá! Na várja. Itt valami nem oké. Szerintem a kutya az átfér alatta. Úgyhogy az húz meg, jó? Új, úgyes kutya. Na, naplóbejegyzés. Nézzük csak akkor szépen sorba. 1915 március. Ó, meg ugye kimaradt még egy csomó minden. Igen, alig várom, hogy harcolhassak. Tehát 1914. szeptember 7-e. Csak egy hajszálú múlt, hogy nem értem el őket. Nem fog még egyszer megtörténni. Az öcsém levele nagyon aranyos volt. Felvidított. Jó, hogy visszatért az államokba. Legalább mérföldekre van ettől a rémálomtól. Jó érzéke volt mindig is bajba kerülni. Március 10-e, 1915. Belgium fele menetelünk, ahol ez a rohadt ezred állomásozik. Legalább nem vagyok egyedül. Találkoztam egy vicces öreg francia farmerrel, Emilnek hívják. Nem beszélt sokat, de ha jól vettem ki szavaiból, a veje német. Hát nem őrület? Nem telik el úgy nap, hogy nem álmodnék rólad. Igen. Nem. Várjátok, hogy van? Akkor így oldjuk meg. Igen. Oda, bemegyünk. Már, igen. Ezt már ugye olvastuk, igen. Március 10-e, 1915. március 10. Micsoda nap, két életet is megmentettem ma. Először egy amerikai katonáit, majd egy kutyáit. De legalább szabad vagyok. Találkoztam Karllal a bombázás előtt. Remélem túlélte. Megpróbálom megtalálni őt. Jó. Nem tudom, hogyan lehetne visszalépni, úgyhogy ne haragudjatok, srácok, hogy itt szórakozok. Igen. 1914, igen. Németországban. Oké, akkor ez 1914. augusztus 21-e. Emil, ott volt, pont előttem, elterülve a földön. Miért kellett az ezredének az enyém ellen harcolnia? Remélem túléli. Ő egy kemény legény. Meg kell tudnom, hogy melyik hadifogolytáborba került. 1915. március 10. A bomba becsapódása előtt egy kicsivel sikerült megtalálnom Emilt. Remélem, túlélte is a bombázást. A levél, amit megmutatott, boldogsággal töltött el a szemet. Mari jól van, és Viktori szépen cseperedik. Most csak ez számít. Á, szóval így lehet. Jó.
ezt olvastuk, igen, mert ez 14. augusztus 24-e. Ma a németek, ezek ez 14. szeptember 25-e, ma a németek megszállták Szent Mihelt. Mihelt, mindegy. Szerencsére a katonák farmot megkímélték. A farmot megkímélték. Elbújtam a pincében Viktorral. Mi lesz most velünk? Hát, mindent megteszünk. Hogy minél előbb hazaérjünk. Pillanat. Aha, jó, azon nem fogunk tudni bemenni. Akkor elkezdünk ásni. Ezek szerint igen, jó. Ez mind szép és jó. Még egyszer. Jó, azt meg tudom csinálni, hogy meghúzom és nagyon gyorsan át futok oda, ezek szerint nem. Ja, de át tudok állítani mászni, oké, okay, király, akkor megvan. Na, ez megint egy dögcédula? Kanadai dögcédula. A háború kezdetén a kanadai dögcédulák nagy kerek alumínium lemezek voltak, és mivel sürgősen kellett bevezetni, ezért az alakjuk elég egyedire sikerült. Ezeket hamarosan felváltotta a szabványos brit dögcédül, amit a brit birodalmi erők is viseltek. Na, ez fantasztifikális. Azt kell mondanom. Na, akkor... Hogy fogom én ezt nagyon felhúzni? Vagy nem, hogy fogok én innen akkor kijönni? Ez a maximális. Ezek szerint ez a maximális. De nem tudok lejjebb menni, ugye? Akkor valahogy úgy kéne, hogy... Kutya? Masszára? És... gyere le. Kutyu? Igen. Akkor... gyere fel. Én ide akkor fölmászok. Kutyuli, húzd meg az egyest, jó? Úgy, és akkor megnézzük, hogy ide lent mi van. Aha, probléma. Csúha! Hát ez így nem egyszerű. De valahogy el kéne intézni ezt a történést. Na, első sorban az kéne, hogy azt a tárgyat ott föl kéne venni. Igen. Ez valószínűleg ilyen vizelettel átítatott ruha, gondoltam. A gáztámadás elleni védelem egyetlen módja volt a gázállarc bevezetése előtt, hogy eltakarták a szájukat és az orrunkat egy vizelettel áztatott zsebkendőbe. A vizelet reakcióba lépett a klórral és csökkentette a toxikus hatását. Így a gáz kevésbé volt mérgező. Nem volt a leginkább higiénikus megoldás, de ez még mindig jobb volt, mint egy sósavval teli tüdő. Hát az már biztos. Akkor ezt toljuk odébb. Kicsit. Na várj, kutya. Ezt húz meg? Aha. Ezt még egyszer húz meg. Ez mit csinál amúgy? Aha. Na mindjárt kiderül. Aha, így, így nagyon jó. Mert így visszacsatol, oké. Okay. Ezt akkor toljuk el. Na, megpróbálom visszatolni a tetejére. Nagyon jó. Megkérem a kutyát, hogy húzza meg azt a kart. És akkor ezt alá tudom tolni. Remélem, most így jó lesz. Jó, most engedheted vissza. Köszi. Na, és akkor toljuk szépen visszafele. Ja.
Jó. És így akkor ez most így tiszta. Okay. Na, ezt meg csak tekerjem. Aztán majd, vagy jó lesz, vagy nem. Ja. Ezek szerint igen. Ó, köszi. Nagyon-nagyon rendesek vagytok. Na nézzük ide fel, mi a helyzet. Oké, oké, mindjárt megyünk arra fele. Csak előtte. Hadd nézzek már körbe erre. Nem hagyok el valamit. Igen. Kutya. Ássad kifele. Egy levél. Levél egy kanadai katonától. 1915. április 21. Drága szüleim. Belgiumban vagyunk. Ez a hely olyan lapos, hogy egyből a winnipegi síkság ütött róla eszembe. A nagy különbség az, hogy itt nagyon párás az idő, és azért a hideg még hidegebbnek érződik. Büszkék fogtok lenni ránk a srácokkal. A kanadaiak lesznek a legnagyobb háború hősei. Humorosan megint írni fogok, Steven. Hát Steven nem úgy néz ki. Jó, akkor ennyi. Akkor itt erre ennyi volt. Akkor érdemes volt erre azért balra eljönni. Ezekért a tárgyakért. Még legalábbis ezért a levélért. Na nézzük, mi a helyzet erre fele. Aha, jön a Zeppelin. Meg a bomba is. Futás. Aha. Jaj, valami jön. Na, még szerencs, hogy ilyenkor megáll az idő. Na, gáztartály telepítési stratégia. Gáztartály telepítési stratégiái egyszerűek voltak, de az időjárástól, főként a széljárástól nagyon függtek. A gáz használatára szükség volt az ellenség felé fújó szélre, mivel el akarták kerülni, hogy a csomag visszajusson a feladóhoz. Ezért minden haditerv az időjárás jelzéstől függött. Királyság. Ez a gáz ez jön? Nem, az a gáz az ott maradt. Jó. Jó. Ez egy okos gáz, nem jön tovább. Ó, benyek. Jó, én megpróbálok sietni, de tényleg. Csak hát ez nem olyan egyszerű, mint ahogy te azt gondolod. Azt a táski? Ó, egy sapka. Belga csákó. A belga hadsereg jellegzetes sapkája leginkább egy cilinderre hasonlított, csak a karimát lecserélték egy ellenzőre. A csákót később lecserélték a Easer nevű sapkára. Ez egy puha sapka volt, aminek az oldalit rá lehetett hajtani a fülekre. A nevét a Easer folyóról kapta, itt állította meg a belga hadsereg a német offenzívát. Valószínűleg így volt. Gondolom én eztet a kosarat rá tudom tenni erre. Király, a kutyát abba bele tudom tenni, nagyon jó. És akkor ezt meg tudom húzni. És akkor felveszed nekem azt. Jó, jó, én sietek. Nagyon ügyes kutya vagy. Jó, sietek, sietek. Tudom, hogy ez sós van, hogy ide. Jó, ügyes kutya vagy. Várjál. Nincs nálam izé cuccos. Nem. Oda. Hogy. Hello! Azt ott el tudod vágni, haver? Nem gond. El tudom. Hogy ne tudnám. Királyságosság. És akkor ezt is fel tudom szedni, és akkor megvan az összes tárgy ezen a szinten. Aha, állj. Szóval, zsebóra. Az idő egy nagyon fontos tényező volt a katonák életében. A katonai támadások és a bombázások mindig pontos ütemezés szerint történtek. Akkoriban a zsebóra volt az idő meghatározásának egyetlen módja. És akkor futhatunk tovább, királyság.
Ja. Hát ez nagyon közel amúgy. Ó, jön egy hovar. Her name was Anna, a Belgian student living in Paris. She was hard on the trail of her missing father. For once, fate smiled on them. They were all going in the same direction. But while approaching Vimy, a German squadron spotted them.